Andrássy Mihály fafaragóval egy gyönyörű, általa faragott kunkapu előtt beszélgettünk a kunkapu motívumokról és arról, hogyan is lett fafaragó. 2008-ban a Városvédő Egyesület pályázatára a Bajza utcába faragott egy új kaput. Maga a faragás tulajdonképpen nekem a mézes kalácsból jött. Tehát először mézes kalács ütőfákat kezdtem el faragni, és akkor éreztem, hogy ez úgy megy nekem. Ez a 90-es évek eleje közepe. És aztán kezdtem bútorokat faragni, és többször ugye a kunkapu is képbe jött, úgymond. Eleinte csak tanulmányozgattam archív fotókról, Karcagon megtekintettünk néhány kunkaput, ami még áll mai napig is, és hát ez alapján kezdtünk el kunkaput készíteni, annak idején Hemző János barátommal, Barta Bandival. Hát és akkor jött 2008-ban a Városvédő Egyesületnek ez a pályázata, és akkor a Hajdú család jelentkezett erre a pályázatra, és akkor engem kértek föl, hogy készítsem el ezt a kunkaput. A kunkapu egyszerű formákból, geometrikus alakzatokból tevődik össze. Néhol fellelhető rajta az égfaragás, míg a kalotaszegi kapuk sokkal dízesebbek. Tulajdonképpen a kunkapu az jóval egyszerűbb formákat használ. Inkább ilyen, mondhatni, geometrikus alakzatok, többféle geometrikus alakzatokból tevődik össze, és néhol felelhető rajta ilyen égfaragás. Hát a kalotaszegi kapuk azok sokkal díszesebbek, több leveles virág mintát használnak. Andrássy Mihály kapuin több leveles virágmintát használ. Ezek a kedvenc motívumai, mintái mellett a minőség számára a nagyon erős szempont. Autentikusnak kell valamilyen szinten lenni. Talán inkább úgy mondanám, hogy a minőség, ami számomra nagyon-nagyon erős szempont. És hát igyekszem tökéletesre készíteni a kapujaimat, hát mondjuk 90%-ban, hogy nagyjából sikerül is. A kunkapuk jó részt kézzel készülnek, de van gépi munka is. A robosztus oszlopokat fűrészelni, gyalulni kell, és a rajzolás után kezdődhet a faragás. Itt majdnem minden kézzel van készítve. Hát van azért gépi munka is, mert ugye ezek elég robosztus oszlopok. Azt ugye fűrészelni kell, gyalulni kell, rajzolni kell, és utána a rajzolás után ugye kezdődik a faragás. Vannak ugye a faragásnak keményebb részei, mikor ugye nagyobb formákat alakítunk ki, és akkor vannak cizelláltabb részek is, ahol finoman kell, és pontosan kell dolgozni. A Hunyadi utcai kapu dr. S. Kovács Ilona megálmodott új kapuja. Régen is egy ilyen kapu volt itt. Ez a kapu már egy kicsit úgy megérett, tehát úgy érzem, hogy ez az a kapu, ami legjobban sikerült, mióta így kunkapu témával foglalkozok és kunkapu faragással. Itt letisztultak azért már bennem is dolgok, és egyre tökéletesebb kapukat tudok készíteni. A mester úgy érzi, ez az a kapu, ami a legjobban sikerült. A tetején lévő fedelén egy tulipános díszítmény van, aztán egy kis tető, ami megvédi a kaput az időjárástól, esőtől, napfénytől. A két oszlop fönn két rozetta, és lejjebb geometrikus díszítmény van. Ugye ez egy kúsági fedeles kapu, a fedél tetején egy tulipános díszítmény van, aztán ugye ez a kis tető, ami tulajdonképpen esztétikai funkció is, meg védi a magát a kaput az időjárástól, esőtől, napfénytől.
és aztán az oszlopon van két oszlop fönn, ugye két rozetta, és lejjebb pedig ez a geometrikus díszítmény, ami a kedvencem tulajdonképpen. A nagykapu egyszerűbb. A faragásánál az anyag meghatározza, mit készíthet. Ha van anyag, abból nagyobb ívű formákat tud kialakítani. Ha kevés, akkor egyszerűsíti a formákat. A nagykapu az egy egyszerűbbre sikerült, ugye, mert általában a faragásnál úgy van, hogy ugye az anyag meghatározza azt, hogy mit készítünk belőle, és hogyha van anyag, akkor abból lehet nagyobb ívű formákat kialakítani, de ha kevés az anyag, akkor inkább egyszerűsítjük ezeket a formákat. És itt is ugye ez a rozetta díszítmény van, és a nagykapu az egy kicsit egyszerűbb lett tulajdonképpen. A kerítés meg ez a függőleges deszkázat van, és felül pedig megkoronáz egy vízszintes deszkázat, és ez kap egy ilyen fedelet tulajdonképpen, ami letakarja. Az is azért van, hogy védje magát a kerítést az időjárástól. Andrássy Mihály is bemutatta kicsiben kapuit a Népművészeti Egyesület tavalyi kiállításán a múzeumban. Egy nagyobb kapu elkészítése az azért nagyobb kihívás, de hát a kicsivel is elég sokat el kell bíbelődni, mire elkészül, mert ugyanúgy láthatóvá kell rajta tenni azokat a formákat, ami a nagy kapun is ott van. Ha évtizedekkel ezelőtt nem kezd el mézes kalács, ütőfa mintákat készíteni, valószínűleg ma akkor is faragna, hiszen az alapokat még nagyapjától leste el gyerekként. Ugye a mézes kalácsosság miatt a Jóisten úgy akart, hogy belesodródjak ebbe a dologba. Hát, anyai nagyapám volt egy ilyen, hát mondhatni, hogy fafaragó ember, mert rengeteg használati tárgyat, különböző dolgokat készített, és akkor én ott gyerekként ott sündörögtem körülötte, és akkor ebből jött nekem a fának a szeretete. És hát mikor mézes kalácsos lettem 1988-ban, akkor ugye mi nem tradicionálisan lettünk mézeskalácsosak, hanem próbáltuk ezt a szép hagyományt egy kicsit itt Karcagon feleleveníteni. És mivel nem rendelkeztünk ütőfával, szerszámokkal, így kezdtem el valójában mézeskalács ütőfákat faragni. A bútorok mellett kisebb-nagyobb szobrokat is faragott már. Tavaly a kisgyűri fafaragó táborban volt, ahol szoborfaragóktól tanult, így szívesen bevállalna egy szobrot is. Nagyon is érdekel a plasztikusság, tehát kisebb, naív szobrokat eddig is faragtam már, de motivál tulajdonképpen a szoborfaragás. Például tavaly voltam kisgyőri faragótáborban, ahol zömében szoborfaragók voltak, és ott eléggé inspiráló volt ez számomra. Tehát szívesen bevállalnék egy szobrot is. Míg a mézes kalács ütőfához a körtefa a legjobb, bútorokhoz a diófa és a tölgyfa jó. Most körtefából nagyon szép mézes kalács ütőfát, somfából egy juhász kampót farag.